Kedves hallgató! A hangos könyv elsősorban vakok és gyengéllátók számára készült, de bárki szabadon és ingyenesen hallgathatja. A felolvasást gépi úton végezzük, ezért az esetlegesen előforduló téves kiejtésért és furcsa hangsúlyozásért szíves megértését kérjük. Kvittek vagyunk! Írta Forró Pál a mű elektronikus változatára a nevezd meg, így a tovább 4.0 nemzetközi Creative Commons licensz feltételei érvényesek. A hangos könyv a következő elektronikus változat alapján készült. Budapest, Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, 2016. Országos Széchenyi Könyvtár e-könyvtári szolgáltatások osztálya. ISBN 978-615-5557-34-7 online. MEK 14905 Első fejezet. Molnárnénak nem volt túlságosan nagy kedve kibújni az ágyból. Délelőtt tíz óra volt, mindig ilyenkor ébredt, és magát sajnálva gondolt arra, hogy most délután kettőig mennyi dolga lesz, mennyi lótásfutás, apró bosszúság vár rá a fürdés és a reggeli még csak megjárja, azt szereti, de azután mindjárt a torna. A hídba hajlás, a csípő mozgatása, a térthajlítás, guggolás, hegyre ágaskodás. Alapjában bévelusta és kényelmes volt, szívből utálta a testgyakorlatokat, de fájdalom, hajlamos volt a hízásra és legutóbb rémülten állapította meg, hogy egy kilót hízott. 59 kilót nyomott és csak 57 akart lenni. Ezt a két kilót már két hét óta masszírozta, izzasztotta, koplalta. Néha már úgy éhezett, hogy szédült és fájt a feje, de nem evett. A szíve majdnem megszakadt egy kis sütemény után, de csak kétszer sültet evett és cukor nélkül itta a teáját. Gitta, ez volt a leány neve, mártírnak tartotta magát, nem élvezte az életet, meg volt győződve, hogy komoly gondjai és bajai vannak, és titokban egy kicsit utálta a férfiakat. Nem túlságosan, csak egy kicsit. Mert egyébként tisztában volt azzal, hogy férfiak nélkül az élet nem érne semmit, és Gitta különben is minden érzését, munkáját, energiáját, Leleményességét, éjjelének és nappalának minden óráját a férfiak szolgálatába állította. Néki nem volt hivatala, nem volt foglalkozása. Gazdag asszony volt. A férje legalább 5000 pengőt keresett havonta. Gitta nem is tudta egészen bizonyosan, hogy min. Vállalkozó volt. Házakat épített. Alfred néha fényképeket mutatott és azt mondta, hogy a képen látható gyönyörű bérházat vagy villát ő építette. Gittát ez nem érdekelte túlságosan. Gitta egyetlen kötelessége az volt, hogy szép legyen. Éppen úgy, mint azoknak a társaságbeli asszonyoknak is, akik a barátnői voltak. Ha ezek a nők egymás között voltak és nem bridgeztek, kizárólag a szabónőjüket dicsérték, vagy szitták, Jövő terveikről beszéltek, melyeknek középpontjában természetesen egy bunda vagy új kalapmodell állt. Ha utazás került szóba, nem azt mondták, hogy milyen remek lesz a szemmeringen sízni, hanem a sikkes sportruhákat sorolták fel, melyeket magukkal visznek. Mindegyik feljárt valamelyik kozmetikai intézetbe, villanyoztatta magát, Kitépette a szemöldökét, tökéletesen festette a haját, arcát, szemét, száját, fehérítette a dekoltázsát. Ezzel a naponta megismétlődő fehérneműs, szabónő, kalapos, kozmetikai gonddal körülbelül délután ötre készültek el akkor ragyogóak, tökéletesek, káprázatosan elegánsak, precízen megtervezettek voltak, kifogástalan volt a parfümjük, az utolérhetetlen könnyedséggel nyakukba vetett sál, a kék rókájuk, minden, ami látható és láthatatlan volt rajtuk. Árat róluk az egzotikus virágokhoz hasonló test sajátságos, bódító parfümje, mikor a Brixalomba, valamelyik elegáns cukrászdába, vagy egy előkelő szálloda zenés öt órai teájára mentek. Ez volt az életük. Délután öttől hajnali háromig. Ebbe az időbe esett kártyapartijuk, a színház, a mulatók, a tánc, a szerelem. Ilyenkor, mint egy rakétából, kiégett belőlük minden tűz, színesen és szikrázva és reggelre elhambadtak, fáradtan összecsuklottak. És másnap délelőtt tízkor megint a készülődés az estére. Gitta néha gondolkozott azon, hogy ő tulajdonképpen kinek akar tetszeni. A férje nem túlságosan érdekelte. Nem volt belé szerelmes, de azért egészen jó barátságban élt vele általában senkibe sem volt szerelmes. Nem volt szeretője sem, de elvárta, hogy mindenki szerelmi ajánlatokkal üldözze. Az olyan asszony, akinek kedvese van, többnyire diszkrét, a társaságban kifogástalan modorú, a férfiakkal szemben tartózkodó. Ez természetes is. Hiszen a valóban szerelmes asszony sérti minden más férfi közeledése. Csak azok a nők kacérok, azok flörtölnek boldoggal boldogtalannal, akik valójában senkivel szemben sincsenek érzésileg lekötve. Játszanak a tűzzel, vakmerőek és szemérmetlenek, mint a diáklányok, akik vihogva hegyszelik a fiúkat éppen azért, mert nekik ez csak játék. Gitta maga sem tudta, hogy miért nem volt neki eddig még szeretője. Pedig már nagyon közel járt ahhoz. Egyszer a Lidón nagyon tetszett neki egy francia doktor. Szellemes, kedves, szemtelen fiú volt. Azután közbejött valami. A doktornak váratlanul megérkezett a felesége, meg két fia. Ez teljesen kiózanította gittát. Másodszor a télen forgott komoly veszélyben. Egy Babarci nevű atléta indított erőteljes attakot ellene. Együtt autóztak ki a budai hegyekbe, ahol síztek és Babarci már a második alkalommal szájon csókolta az autóban. Gitta ettől a csóktól megszédült, teljes negyed óráig elfelejtette utána újra rúzsozni a száját, jeléül annak, hogy a csók valóban felgyújtotta érzékeit. Ettől kezdve állandóan csókolóztak, de gitta a döntő lépést mindig halogatta, és egy este, mikor véletlenül a mulen rúzsba mentek, ott látta babarcit, aki hajnali két órakor már meglehetősen részegen két táncosnővel mulatott az egyik páholyban, botrányosan viselkedett, és Gitta azt is látta, amint az egyiknek a nyakába csókolt. Pontosan úgy, ahogy neki szokta. Ez felbőszítette, és másnap csúnyán összeveszett babarcival. Ez a két eset meglehetősen kiábrándította Gittát a férfiakból és ebben a hangulatában csak megerősítették azok a történetek, melyeket a barátnői meséltek neki. Azok is mind szitták a férfiakat. Komiszak, önzők, szívtelenek. De azért tovább díszítették, festették magukat a férfiak számára, minden kis idegük csak azért remegett, hogy hódítsanak a színház úgy ültek, mint egy kirakatban, megmutatták mezítelen vállukat, karjukat és hátukat a város minden férfiának, szemükkel és érzékeikkel felitták a feléjük vetődő pillantásokat. Mikor túlesett a tornán és felöltözködött, már tizenkettőre járt. Gitta kinézett az ablakon és látta, hogy az autó már ott várja a ház előtt. Először a Váci utcába kell mennie a Szabónőhöz, onnan a Kossuth Lajos utcába a Kalaposhoz, azután a Petőfi utcába a Kozmetikushoz és ha marad idő, benéz az ékszerészhez. Újra foglaltatta egy régi gyűrűjét és ezt nagyszerű trükknek vélte, mert azt fogja állítani, hogy a gyűrű új. Már ideje volt, hogy a tekintéjét helyreállítsa. Az utóbbi időben sokat sugdostak arról, hogy férjének nem megy jól, és hogy erősen takarékoskodnak. Ez a gyanúsítás bizonyos körökben elviselhetetlen. Sokkal megszégyenítőbb, mintha azt mondják, hogy ő nagyságának szeretője van. Ez pikáns magánügy, érdekes, hozzátartozik a nagyvilági élethez. De az anyagi lecsúszás. Ez már igen komoly baj. Ettől menekülnek az emberek mit lehet tudni, hogy hol áll meg az ilyen lavina? Öngyilkosság, csőd vagy éppen börtön. Várjuk meg, mi lesz belőle. Egyelőre semmi sem mutatta, hogy valóban baj lenne. Gitta drágábban és elegánsabban öltözött, mint valaha. Új nerts bundáját tíz ezer pengőre becsülték. Nyugodtan elvesztett naponta tíz-tizenkét pengőt kártyán, kifizetett két pengőt az uzsonnájáért de azért Gitta meg volt győződve, hogy takarékos, sőt fukarasszony. Például igen büszke volt arra, hogy a 70 pengős cipő árából lealkudott ötöt, az új velúr méterjéért pedig 18 pengő helyett csak 16 at fizetett. Mikor már teljesen útra készen állt és csak a retiküljét kellett magához vennie, szórakozottan kinyitotta, hogy szokása szerint megszámolja, mennyi pénze van de alig vetett bele egy pillantást, megrémült, ideges lett, izgatottan kezdte a táskát forgatni. Mindössze húsz pengő volt benne. De hát hogyan lehetséges ez? Egészen tisztán emlékezett arra, hogy este még 370 pengője volt. És ma délelőtt fizetnie kellett a szabónőjének. Hová lett a pénz? talán szórakozottságból vagy túlzott elővigyázatosságból a szekrénybe tette az ékszerei mellé. Kinyitotta a szekrényt és halásápat lett. Az ékszerdoboz is eltűnt. Az ájulás környékezte. Kirabolták. Már sokat olvasott ilyesmiről, de sohasem hitte, hogy ez komolyan lehetséges. Szinte félőrülten csengetett még akkor is nyomta a csengő gombját, mikor a szobalány már ott állt előtte. A pénzem az ékszereim hebegte. Valaki ellopta, mi történt. A szobalánya fejéhez kapott. Szent Isten! Ezt el is felejtettem mondani a nagyságos asszonynak. Micsodát! hogy a nagyságos úr azt izeni, ne tessék nyugtalannak lenni, az ékszereket elviszi a bankba, a páncélszekrénybe megőrizni, mert úgyis nem sokára eltetszik utazni. És a pénz? Nem volt apró a nagyságos úrnái. Azt izeni, hogy délben megadja. Köszönöm. A szobalány kiment. Gitta egy karosszékbe roskadt, és még sírni sem tudott az elképedéstől. Lelke mélyéig meg volt botránkozva, fel volt háborodva. A férje kifosztotta, kirabolta. Elvitte az ékszereit, a zsebpénzét. Ez érthetetlen volt. Mi történhetett? Azonnal beszélnie kell Alfréddal. De hol van az ilyenkor? Gittának még sohasem jutott eszébe, hogy hol dolgozik és mit csinál délelőtt a férje. Igaz, van a belvárosban irodája, de ott most nincsen senki. Kint vannak egy építkezésnél. De hol? Ki tudja azt? Várnia kell déli tizenkettőig, amikor hazajön ebédelni. Ha ugyan nem telefonál, hogy csak estére találkoznak. Este? Gittának megdobbant a szíve, ha erre gondolt. Nóráikhoz voltak hivatalosak nagy szezon záró lesz. És néki nincsenek itthon az ékszerei. Hogyan fogott megjelenni? Még jó, hogy a fülbevalóit éjszaka sem szokta kivenni a füléből. Az legalább most is benne van. De a három brilliáns és két zafír gyűrűje, a gyöngsora, a brostűje, a karperecei, az aranytáskája mind bent voltak az ékszeres dobozban. Hát, hogy jelenjen meg Nóráiknál. Csak nem mehet el csupasznyakkal és ujjakkal. Pillanat alatt észreveszik, hogy nincsenek meg az ékszerei, és akkor egész este őt nézik majd sajnálkozva, összesúgnak a háta mögött. Le kell mondani az estét. Azt mondja, hogy rosszul van. Ez igaz is. Már is elviselhetetlenül fáj a feje. Elhatározta, hogy kicsit sétálni megy. Kiviteti magát a Margit-szigetre. Majd ott, a friss levegőn magához tér. Amint megfordult és kiment a halba, a férjével találkozott. A szobalány ott állt a háttérben, Gitta kénytelen volt elfolytani a hangját, és csak halkan mondta, egész testében remegve. Mi történt? Mit tettél? Miért jöttél már haza? Miért vitted el a pénzemet és ékszereimet? Molnár kis csomagot nyújtott át, mosolyogni próbált. Nincs semmi baj, szívem! Mindent visszahoztam. Gitta nagyot lélegzett. Micsoda ízléstelen tréfa ez! Molnár keserűen mosolygott. Sajnos nem is olyan tréfás ez, mint gondolod. Menthetetlenül megakadtam a fizetésekben. Félmillió pengő körüli összeggel tartozom ebből vagy száz ezer becsületbe vágó tartozás. Néhány alkalmazottam kaucióját is felhasználtam. Ezt okvetlenül a föld alól is elő kellett teremtenem. Az egyik már nagyon hangos volt. Úgy látszott, nem lehet tovább húzni a dolgot. Ezért vittem el az ékszereidet. Gondoltam, zálogba teszem és kapok rájuk annyit, hogy a legégetőbb adósságokat rendezzem. De szerencsémre halasztást kaptam. A kauciósok javára lekötöttem a lakás berendezésünket, és ezzel beérték. Na látod, válaszolta szemrehányóan Gitta. Nem kellett volna mindjárt az ékszerekhez nyúlni. Molnár megrendülve nézett feleségére. Hogyan? Hát ilyen végtelen űrözuhant kettőjük közé. Ennyire léha is ostoba ez az asszony. Nem képes megérteni, micsoda katasztrófa fenyegeti őket. Amikor életének legnagyobb katasztrófáját meséli el neki, meg sem rendül, nincs egy vigasztaló vagy kétségbeesett szava. Közönösen és érzéketlenül napi rendre tér felette, mintha csak egy érdektelen harmadik személy ügyét tárgyalnák. Szerencsétlen. Kiáltotta, hát nem érted, hogy miről van szó. Tönkrementünk elárverezik a lakásunkat, elviszik a bútorokat, szőnyegeket, csődbe kergetnek Gitta kínosan vonogatta Ajkát. Nem értem, miért akarsz minden áron kétségbe ejteni. Azt mondtad, hogy halasztást adnak. Ez alatt köthetsz új üzleteket. Esetleg egyeséget kötsz velük. Molnár kétségbe esett mozdulatot tett. Új vállalkozásokhoz nincsen pénzem és az egyezséghez is nagyobb összeg kellene. Gitta rosszallóan csóválta a fejét. Túlságosan izgatod magad. Egy kis pihenésre vagy szórakozásra lenne szükséged. Ne búsulj, drágám, hiszen másoknak sem megy jól mostanában. A barátnőim mind mesélik, hogy a férjeik egész nap panaszkodnak azért, látod, mégiscsak boldogulnak, és mindegyiknek megvan az új tavaszi ruhája. Ne nagyítsd fel a bajokat. Majd este elmegyünk Nóráikhoz, ott lesz Hoványi né is, aki neked annyira tetszik. Meglátod, jót fog tenni ez a kis szórakozás. Molnár egészen elérzékenyült. Tenyerébe fogta Gitta fejét, a hangja meghatottan remegett. Nagyon szerelmes volt a feleségébe. Édes kicsikém, olyan vagy, mint egy gyermek. Mennyire sajnállak. Mindent megtennék, hogy megkiméjelek attól a sok kellemetlenségtől, amely ránk vár. Gitta arca felvidult. De hiszen én nem búsulok. Meglátod, minden jóra fordul. Most a városba sietek, elintézem a szabónőmet és a többi apró dolgomat, tudod, nagyon fényes estéj lesz és szép akarok lenni. Molnár gyönyörködve nézett végig Gittán. Így is az vagy. Szavamra éppen olyan szépnek talállak, mint öt év előtt. Sőt, szebbnek. Köszönöm. Kacagott boldogan az asszony. Molnár át akarta ölelni, de Gitta gyengéden elhárította. Vigyázz, édesem, elrontod a hajamat meg a púderemet. Molnár nevetett. Nolám a sokat szidott festékről kiderül, hogy az erkölcs legnagyobb védelmezője. Gitta teljesen megnyugodott. Már nevet a férje. Meg volt magával elégedve, hogy milyen ügyes, jó feleség. Szinte jó kedvűen sietett le a lépcsőkön, és ugyanazzal a puha, elkényeztetett mozdulattal vetette magát az autóba, mint máskor. Sejtelmesen volt, hogy ugyanakkor micsoda szörnyű tragédia játszódik le férje lelkében. Hogy az a könnyű mosoly már régen eltűnt és helyette fájdalmas kétségbeesés, elkínzott torz vonaglások játszanak az ajka körül. Gitta a Brick szalomba ment. A szalont az elegáns dunaparti szálloda első emeletén bérelte tárnokiné, egy tönkrement bankár felesége. Ő hajtotta fel régi ismerősei köréből a látogatókat. Elegáns kis meghívókat küldött szét, és a nyomtatott szöveg alá még tintával is odaírta saját kezűleg, látogatásodat okvetlenül kéri, és elvárja Tárnokiné. Tárnokinéban egyébként sok üzleti érzék volt. Mint a Brick fogyasztott teák után kapott percentek nagyon soványoknak bizonyultak, egyidejűleg ismerettség közvetítésével is foglalkozott társaságbeli urak és hölgyek feltűnés nélkül köthettek ismerettséget a briggasztalok mellett. Senki sem talált ebben semmi feltűnőt. Alig lépett be tárnokiné már is széles mosolyjal sietett eléje. Milyen gyönyörű vagy! Elárulom, te vagy a társaság attrakciója. Már szinte kínos, hogy az urak a többi nőt nem is veszik észre. Szédületes sikered van. Ugyan ne beszélj! Ezt csak kedvességből mondod. Esküszöm szívem, így van. Mindenki beléd bolondult. Nem is sejted, hányan tapogatóznak már az urak közül titokban nálam, hogy lehetne reményük. Szemtelenség! Légy nyugodt, drágám, alaposan megmondtam a véleményemet. Kérlek, ezek a mai erkölcsök szép kis tapasztalataik lehetnek a férfiaknak, ha magunkfajta fajta asszonyokról ilyesmit felmernek tételezni. Hát természetesen, a vendégeimet bemutatom egymásnak. De csak mint brit partnereket. Ez azonban semmire sem jogosítja őket. De most látom csak új kalap. Nagyon sikkes. Drága volt. Negyven pengő. Sajnos spórolnom kell. Tárnokiné elszörnyett. Spórolni. Neked? Szívecském, te nem panaszkodsz, hanem dicsekedsz. Gitta kedvetlenül legyintett. Hadd csak édesem. Mindenki maga tudja legjobban, hol szorítja a cipője. Alfred nagyon lógatja az orrát. Panaszkodik, valami üzleti kellemetlensége akadt. Undok kis dolog. Tárnoki néz mosolygott. Nem kell mellre szívni, aranyom. A férjednek olyan előkelő összeköttetései vannak. Majd kihalász hamarosan valami jó boltot. Hiszen tudod minden az összeköttetés kérdése. Akinek ilyen remek felesége van, annak nem kell kétségbe esnie. Hogy érted ezt? Kérdezte Gitta kissé megrökönyödve fiacskám, jegyezd meg, hogy a feleség felső kötelessége a férjét menedzselni. A mi társaságunkban majdnem mindig az asszony szerzi a férfi összeköttetéseit. A szellemes, szép asszony után szaladnak az előkelő emberek, és ezek természetesen a férinek is barátai lesznek. Egy kis kellemes flört, semmire sem kötelező autózás, öt órai tánc és dől az üzleti alkalom mond, emlékszel arra a szőke, markán sarcú férfire, aki tegnap melletted ült a játéknál. A monoklis majomra. Nem olyan majom az szívem. Egy millió pengőre becsülik a készpénzét. Textiles. Állami megbízásai vannak. Hallom, most akarja nagyobbítani a gyárát. Mit érdekel ez engem? No hallod, Hát aki nagyobbít, az építkezik. És az építkezéshez építész is kell. Ez a férfi beléd őrült. Figyeld csak! Most is ide néz. Majd nem felfal a szemével. Te jó Isten, észre sem vettem, hogy itt van. Most jött. Hát legyen eszed. Szerezd meg Alfrednak a megbízást és Tárnokiné már előre nyújtott kézzel, elbűvölő mosolyjal ment a férfi elé. Pöá kedves Imrédi, hogy van? Molnárnénak már megmondtam, hogy ma ön lesz a brit partnere. Nem degít tácskám. Boldog vagyok, nagyon boldog. Lihegte a férfi. Kissé kövér volt, és ha izgatott lett, azonnal verejtékezni kezdett. Tárnokiné felhasználta az alkalmas pillanatot, mi alatt Gitta rúst rakott fel és Imrédi fülébe súgta. Minden rendben van. Legyen ügyes. Az asszonyka bajban van. És jelentőset hunyorítva továbbment. Ha megengedi, mondta Imrédi Gittának, talán ne kezdjünk mindjárt játszani. Sokkal nagyobb gyönyörűségnek tartom az önnel való beszélgetést, mint a bridgelést. Vigyázzon! Nem jó kabala kártya előtt udvarolni. Nem veszíthetek annyit, hogy ez a kis bizalmas kettes ne kárpótolna érte. Ne várjon tőlem túlságos elmészségeket, asszonyom. Tisztában vagyok azzal, hogy talán kissé groteszk vagyok az udvarló szerepében, de hát éppen a hozzám hasonló emberek tudják igazán értékelni a nőt, és ami ennél fontosabb be is bizonyítani azt, hogy minden áldozatra készek. Vigyázzon! Nevetett Gitta, mert szaván fogom. Parancsoljon! Mondta Mohón Imrédi. Azt hallom, hogy önbővittetni akarja a gyárát. A férjem építész. Imrédi kínosan feszengett. Természetesen boldog leszek, ha kedves férjével megismerkedhetnék. A jövőben feltétlenül gondolni is fogok rá. De a mostani munkát már kiadtam másnak. Egyébként, mondotta kissé gúnyos mosolyjal, örülök, hogy ennyire őszinte. Igaza van, okos és modern asszony, aki nem szereti a komédiát és nyílt kártyákkal játszik. Szóval azt akarja, hogy megbízást adjak a férjének. Vegyük úgy, mintha ez megtörtént volna. Férjének ezen a munkán körülbelül 5000 pengő tiszta haszna maradt volna. Ne felejtse, hogy a mai nagy konkurencia mellett igen olcsó ajánlatot kell tenni, és különben is csak jelentéktelen toldaléképítkezésről van szó. Ha megengedi, én ezt az 5000 pengőt a jövőbeli összeköttetés reményében előre kifizetem önnek. Gitta arcát elöntötte a vér. Pimasz! Mondotta magánkívül. De kérem! Hüledezett Imrédi. Örüljön, hogy nem vágtam arcába ezt a vizes korsót. Otromba és ostoba fráter. Fölindultan hátat fordította a megrökönyödött férfinek és kirohant az előszobába. Felkapta bundáját és szinte menekülésszerűen futott le a lépcsőkön. Az utcán tér csak kissé magához. Egész testében remegett a felháborodástól. Nem csak Imrédi bárdolatlansága háborította fel, hanem már maga az a tény, hogy neki pénzkérdéssel kellett foglalkoznia. Tulajdonképpen mindennek a férje az oka. Ha nem rémíti agyon a tönkremenés buta meséjével, eszébe sem jutott volna kettesben leülni Imrédivel és megkérni, hogy adjon munkát Alfrédnak. Persze, az ilyen kérelem mindenre feljogosítja az Imrédi féle embereket. Félreértette. Azt hitte, hogy most már szabad zsákmánya lesz. Gitta nagyon elkeseredve ült az autóba. Édesanyjához hajtatott, akinek felindulva mesélte el, hogy férje miket mondott. A mama rosszallóan csóválta a fejét. Lári Fári, mondotta, nem kell mindjárt rémüldözni. A papa is mindig rémhírekkel rohant haza a tőzsdéről, és mégis egészen szép kis vagyont szerzett bizonyára sokat költöttél, és így akar takarékosságra szoktatni. De mama, hidd el, igazán csak a legszükségesebbeket vásárlom. Végre is egy társaságbeli úriasszony nem járhat úgy, mint egy mindenes lány. Tudom szerelmem, de hát a férfiak ezt nem értik. Légy okos és tégy úgy, mintha csak ugyan beszüntettél volna minden vásárlást. Néhány nap múlva elmúlik Alfred rossz kedve, és maradhat minden a régiben. De hát, ha igazán tönkre ment, a mama haragosan ráncolta a homlokát. Hát, ilyen butaságokat ne beszélj! Még csak ez kellene hogy visszagyere a nyakamra. Nem, drágám, elég volt belőled itthon huszonkét évig. Most végre a magam életét akarom élni. Én nem akarok még egyszer lányos mama lenni. Nekem ne forgast fel a házamat, rajtam ne nevessenek az ismerősök, hogy visszajött a lányom. És jól tudod, hogy holnap éppen néhány heti pihenőre utazunk a papával. Még csak az kellene, hogy felizgassuk szegény öreg urat. Az orvos feltétlen nyugalmat rendelt. Minden izgalom sietteti az érelmesesedést. Majd hogyha hazajöttünk és Alfred még mindig nem tért az eszére, elmegyek hozzá és beszélek a fejével. Bízd rám, alaposan megmosom a fejét. Különben te is eszedre térhetnél. Bizonyára utálatos vagy, halára szekírozod. Itthon sem voltál, angyal, ezt nem tagadhatjuk. Vegyél neki egy nyakkendőt, vagy más ilyen butaságot. Az e félével könnyen megfőzheted. Alfred jó fiú, csak bánni kell tudni vele. Na szervusz kislányom, itt a masszírozó nőm, nem várakoztathatom. És a mama egy gyors csókot cuppantott Gitta arcára, tréfásan megfenyegette kövér, brilliáns gyűrűvel koszorúzott ujjacskájával és eltűnt a hálószoba ajtaja mögött. Második fejezet Molnár tudta, hogy menthetetlenül tönkrement. Tisztában volt azzal, hogy nincsenek csodák, és bármennyire törte a fejét, nem látott megoldást. Igaz, volt néhány dúsgazdag barátja, akikkel igen bizalmas viszonyban volt. Feljártak egymáshoz ebédre, vacsorára, együtt nyaraltak, lumpoltak, de még csak nem is gondolhatott arra, hogy kölcsönt kérjen tőlük. A gazdagok barátsága azon a feltételezett szégen alapszik, hogy a másiknak is bőven van pénze, ez nem is barátság, hanem hatalmi szövetkezés és összetartás. Külön kis világ, mely egymást támogatja is, de csak úgy, hogy hatalmukat, befolyásukat, protekciójukat érvényesítik egymás érdekében ha például Molnárnak egy építkezés elnyerésére lett volna szüksége, úgy okvetlenül számíthatott volna előkelő barátai segítségére, ajánló leveleire. Mert ez közös érdek. Fontos, hogy minden nyereséggel biztató vállalkozás, foglalkozás, szállítás, banküzlet, gyáripar az ő kezükben legyen, hogy szorosan, mint egy láncszemei kapcsolódjanak egymásba. De abban a pillanatban, ha valamelyik tönkrement, elfogyott a pénze, fizetésképtelen lett, passzív lett a vállalata, a többiek úgy kivetették maguk közül, mint ahogyan az orvos kimetszi a testből a rákos daganatot. Fel és alá rohant a szobájában, mint az őrült és hangosan beszélt. Olyan határtalanul kétségbe volt esve, annyira megsemmisült, olyan reménytelennek látta jövőjét, hogy legszívesebben meghalt volna. Nem mondott igazat Gittának. Nem kapott haladékot. Azért hozta vissza az ékszereket, mert belátta, hogy azzal a pár ezer pengővel, amit elzálogosításuk esetén kapna, amúgy sem menthetné meg helyzetét. Legalább maradjon valami Gittának. Gitta? Ez volt a legfájdalmasabb pont. Milyen szörnyű, hogy ennyire idegenek egymáshoz. Milyen tébolyító így egyedül állni e sincsen, akinek elsírhatná baját. A barátai előtt titkolnia kell, azok előtt az utolsó pillanatig meg kell óvni a látszatot. A bankárok és pénzemberek nem ismerik a részvétet, azok nem lírikusok. A feleségének kellene melléje állnia. Néki kellene egyetlen mozdulattal mindent eldobnia, mosolyogva, bátorítólag kezét nyújtani és azt mondani, nem baj, lehet másképpen is élni. Én kitartok melletted. De Gitta mindebből semmit meg nem értett. E pillanatban az estére gondol és fogalma sincsen, hogy férje az öngyilkosságra gondol és hangosan, homlokát öklözve zokog. Körülnézett a fejedelmi pompával berendezett lakásban. A vitrin tömbe drága porcelánnal, a falakoncsók, Iványi Grünwald, kernstok, Rudnyánszki képek, egy eredeti Renoir, a tálalóasztal roskadozik a súlyos ezüstálaktól, a halban értékes márvány és bronzszobrok, a padlón valódi török imaszőnyegek és százesztendős perzsák, mennyezetig érő könyválvány telekönyvekkel, könyvekkel, zongora, mind az öt szoba más stílusban, ravasz kis fülkékkel, stukkókkal, falba épített szekrényekkel. Hangulatos mennyezetvilágítással, csipkesztorok, iparművészeti. Remeknek készült asztalterítők, csupa méreg drága kincs, melyeket római, berlini, párizsi és londoni útjaikon szereztek be. Most mit érhet, ha el akarják adni? Semmit! Legfeljebb 50 ezer pengőt, ha ki lehetne szorítani a vagyonmentő árverésen. Csepp az adósság tengerében legalább 200 ezer pengőt ér a lakás, és neki holnap már semmilyen nem lesz. Koldus, nyomorult senki, akinek komoly kenyérgondjai vannak. Az autója ott surran lágyan a Váci utcában, mennyit ér, ha eladja. Ki vesz ma autót? A legdrágább márkákat kínálják 4-5 ezer pengőért. Végig húzta kezét a homlokán. Érezte, hogy hideg verejték verte ki. Mit tegyen? Tárgyalnia kellene az ügyvéddel, beszélni az újságírókkal, hogy ne szellőztessék a dolgot, ne írják meg a nagy szenzációt, hogy félmillió pengő passzívával fizetésképtelen lett Molnár Alfred építési vállalata. Vette a kalapját, lement az utcára, céltalanul botorkált. Hirtelen taxiba vágta magát és az irodájába ment. Nincsen szomorúbb látvány, mint az iroda, melyben megállt az élet. A személyzet elbocsátva, csendés hullaszaga szobákban, dohos levegő, zárt ablakok, letakart írógépek, dermet aktacsomók, bírósági végzések, adóintések, számlák. A telefon néha kísértetiesen felzúg. Valamelyik dühös hitelező keresi a főnököt. A hat nagy teremben egyetlen élő lény egy fiatal, barna arcú, feltűnően csinos leány. Semmi dolga nincsen, tudja, hogy neki is meg vannak számlálva napjai, felmondás alatt áll, álmost kedvére telefonálhatna, flörtölhetne, keresztrejtvényt fejthetne, manikűrözhetné a körmeit, regényt olvashatna. De Réti Anikó egyiket sem teszi. Sír. Az arca ég, a szeme egészen kivörösödött hirtelen csengettek. Anikó gyorsan letörölte könnyeit. Haragosan indult ajtót nyitni. Biztosan újabb hitelezők. Elképesztő, mennyien követelnek szegény főnökén pénzt. Az előszobában azonban nagy meglepetés érte. Molnárné jött fel. Anikó elpirult, azután elsápadta meglepetéstől. Jól ismerte a híres szép és elegáns asszonyt, aki egyébként sohasem járt fel az irodába. Kezét csókolom, nagyságos asszony. Dadokta. A főnök úr nincsen itt. Tudom, válaszolta Gitta. Én éppen ezért bizalmasan szeretnék valamit megkérdezni magától, Anikó. Parancsoljon velem, nagyságos asszony. Mondja, kérem, igazán olyan nagy baj van. A férjem különböző rémeséket beszélt, hogy tönkrementünk. Anikó egyszerre ellenséges és zárkózott lett. Én nem értek ehhez, asszonyom. Én csak egyszerű gyorsírónő vagyok, nem ismerem a könyveket. Gitta mosolygott. Tudja, nekünk nőknek össze kell fognunk. Hiszen maga is férjhez fog egyszer menni, és magának sem esne jól, ha a férje egyszerre csak el akarná venni mindenét igen, képzelje, még az ékszereit is. És nem kapna többé pénzt a toaletjeire. Elvégre mégis csak tudnom kell, hogy mi van a dolgok háta mögött. Anikó végignézett Gittán és halkan megjegyezte. Asszonyom a legelegánsabb nő egész Budapesten. Köszönöm. De látja, nem szeretnék lecsúszni. Szeretném világosan látni a dolgokat. Szóval maga is azt hiszi, hogy tönkrementünk. A főnök úr olyan zseniális és nagy ember. Bizonyára megtalálja a kivezető utat. Gitta felragyogott. No látja? Ez az. Ezt mondom. E eh, a férfiak olyan könnyen vesztik el bátorságukat. Kishitűek. Bizonyos vagyok benne, hogy nem komoly a baj. Csak ezt akartam tudni. Köszönöm, kedves Anikó kisasszony. És teljesen megnyugodva távozott. A leány sápattan és ellenségesen nézett utána a tekintete valósággal levetkőztette, nézte finoman ívelt bokáit, az amerikai divatú harisnyát, a halványzöld tavaszi kosztümöt, amelynek posztója olyan lágy, hullámos, tapadó volt, amilyent ő soha életében nem fog tudni vásárolni és a cipők mennyi báj, sik tud rejtődni két kis cipőben. És a kalap? Ezt csak nők értik, csak ők tudják igazán felbecsülni, értékelni az ilyen remek művet. Ők tudják, hogy ezért éppen úgy lehet lelkesedni, szenvedni, sőt meghalni, akár egy férfiért. Ékszerekkel és a kint várakozó autóval együtt Gitta legalább 60 ezer pengő értéket hordott magán. Ebbe volt bekeretezve és itt körös körül minden a koldusbot, csőd, botrány árnyékát vetette előre. Anikó szíve összeszorult a fájdalomtól, mikor erre gondolt. Nem az rémítette, hogy állását veszti. Erre már felkészült, jó előre megmozgatott minden ismerőst, már működtek családi összeköttetései, ígérete volt, hogy titkárnő lesz egy ruhaszalomban. Anikó nem magát féltette, hanem Molnárt. A főnökét, aki beszerelmes volt. Rajongott az úri modorú, mindig udvarias, sohasem ingerült, kedves mosolyú, gavallér férfiért. Imádta, azzal a határtalan bámulattal, melyel csak a fiatal tisztviselőnők tudnak felnézni bálványt helyettesítő főnökeikre zseniálisnak, mindenkinél jobbnak, okosabbnak, szebbnek, férfiasabbnak vélte és gyűlölte Gittát, akit méltatlannak tartott hozzá. Molnár sejtett valamit ebből a rajongásból. Látta, hogy Anikó sokkal több figyelmet pazarol rá, mint amennyi hivatali kötelességéhez tartozik. Reggelenként friss virág volt az íróasztalán, iratai ragyogó rendben voltak. Anikó olyan meleg szint igyekezett a főnök köré varázsolni, amely enyhítette az iroda rideg levegőjét. Kézi munkát csempészett a dohányzóasztalra, párna került a fal mellett álló kerevetre, úgy ápolta, díszítette ezt a szobát, mint az ő kettőjük titkos kis otthonát. Molnár mindezt némán tudomásul vette, és egyben gálánsul viszonozta. A kalendárium nagyobb ünnepein mindig meglepte Anikót valami csinos és ízléses ajándékkal. Táskával, napernyővel, sőt egyszer egy gyönyörű pizsamával. Anikó elpirult, leírhatatlan zavarban volt. Molnár észrevette ezt, mosolygott és megnyugtatta, Bécsben vásároltam egyetmást a feleségemnek és a maga számára is hozzácsomagoltattam ezt a csekéséget. Anikó tudta, hogy a katasztrófa mérföldes léptekkel közeledik és kétségbe esetten gondolt arra, hogy mi lesz ebből. Úgy vergődött, fuldoklott ő is, mint akinek az életéről van szó. 25 esztendős fiatal életében ezek voltak a legizgalmasabb percek, melyekhez egyáltalában nem volt hasonlítható sem az érettségitől, sem a szigorlatoktól való drukkolás. Dél felé visszajött az irodába Molnár. Rossz színben volt, feltűnően ideges és szórakozott. Anikónak majdnem megrepett a szíve, hogy így vergődni látja. Az életét adta volna, ha könnyíthetett volna gondjain. Keresett valaki? Kérdezte Molnár. Nem, senki. Válaszolta Anikó. Ösztönszerűen letagadta itt a látogatását. Most senkit sem akart kettőjük közé bocsátani. Molnár hallgatagon dolgozott tovább. Számlákat nézett át, könyveket forgatott, tételeket hasonlított össze, közben rengeteget cigarettázott. A leány titokban figyelte, látta, hogyan sötétedik el mindjobban a férfi arca, hogyan szökik rá a reménytelenség keserű fintora, hogyan csapja be hirtelen a főkönyvet és tolja félre heves mozdulattal az egész papírhalmazt, mint aki azt mondja, minden hiába. Nincsen megoldás, és hirtelen hangosan, hisztériásan elsírta magát. Molnár meglepetten fordult feléje. Mi történt? Miért sír kisasszony? De a leányból már kitört a napok óta visszafolytott őrjöngés. Én ezt nem bírom, nem bírom sikoltozta kétségbe esetten, és mintha epileptikus görcsök lepték volna meg, úgy vonaglott, rángatódott, a testét rázta a sírás. Molnár ilyetten ugrott fel, kérlelni, csillapítani próbálta, vizet kínált neki. De, kedves Anikó, no, ne sírjon, nyugalom, kis pajtás! Mi baja van? Mi történt, mondja el, kérlelte. A leánynak égett az arca, reszketett a szája, didergett. Önuralmának utolsó foszlányait is elvesztette, a szavak szinte eszelősen hullottak belőle. Nem akarom, hogy magának baja legyen, hogy így emészze magát. Sikoltozta. A férfi álmélkodva és megindulva nézett a leányra. Kedves! Mondotta megindultan és megsimogatta dús szőke haját és abban a pillanatban Anikó már ott csüngött a nyakában, átfogta a fejét két karjával, könnyektől maszatos kis arcát odanyomta a férfi arcához és csókolta. Gyermekes, reszkető, alig rebbenő, gyáva, szerelmes csókok voltak ezek, lázasak és csodálatosak. Az élet és halál nagy misztériuma forósodott bennük, megdöbbentő erejű, mindent összezúzó nagy vallomások és Molnár szemét is könnyek lepték el. Ó, milyen nagyszerű volt ez! Végre! Belőle is kitörhetett a fájdalom, itt volt a pillanat, mikor nem kellett komédiáznia, nyugalmat erőltetnie, mikor ő is feljajdulhatott és nem volt egyedül. Szerették, vele éreztek, megosztották gondját, szenvedését. Milyen messze volt most mindenkitől, milyen idegennek érezte mindazokat, akikhez eddig köze volt. Ez az egyetlen leány, aki őt valóban szerette. Akit nem a pénz hajszolt hozzá. Ellenkezőleg csak akkor mert megnyilatkozni, mikor érzésekre, szívre, szeretetre szorult. Átölelve tartotta karjában és visszacsókolta és érezte, hogyan olvad át a leány sírása valami boldog, újjongó, édes kacagásba. Mohón, gyöngyözve záporoztak a még sírástól alélt kérdések. Ugye, nem hadsz el? Valahová el kellene utazni. Európa minden nyelvén beszélünk, te olyan zseniális vagy, mindenütt boldogulni fogsz. Mi lett ebből a leányból? Rémlett át molnáron a megdöbbent csodálkozás, amelybe azonban már hála és elragadtatás vegyült. Most már tudta, hogy kettőjük közül a leány az erősebb és ösztönösebb. Valami primitívség ez. Gondolta molnár, ilyen egyszerűen és bátran megoldani a dolgokat. Mintha kapukat nyitogatnának a ködben, amely rásúlyosodott és ledobálnák válláról a terheket, melyek alatt már összeroskadni készült és váratlanul vad harag lobogott fel benne, az új életre támadás első győzelmes, lendítő ereje. Hirtelen felismerte, hogy őt eddig mindenki becsapta, kihasználta. És elsősorban gitta, ő hagyta el a leggonoszabbul, legridegebben. Pedig minden miatta történt. Az esztelentékozlás, az estélyek, véget nem érő számlák, autótartása minden. Nem igaz, hogy az üzlethez kellett. Hazugság. Az asszony akart gyémánt keretben járni. Igen, gyémánt volt. És mikor az ember tönkre megy, akkor elsősorban az ékszereitől válik meg. Már tudta, hogy szökni fog. Hogy nem kell meghalnia. Hogy nem törődik az újságcikkekkel, hogy néki már semmi köze ahhoz a molnár Alfrédhoz, aki eddig volt. Néhány száz pengőt tud szerezni órákon belül is, és az aranyórája, gyémánt ingombjai, az újján lévő brilliánc gyűrű is megér legalább ezret. Elővette a menetrendet és tanulmányozni kezdte. Holnap reggel 3.48 nyolckor a keleti pályaudvarról utazunk. Mondotta. És maga is csodálkozott, hogy ez milyen végtelenül egyszerű. Nóráék estéje ragyogóan sikerült. A Molnár házas pár volt a társaság központja. Alfred túlzottan jókedvű volt, pikáns viccekkel szórakoztatta az urakat, a legfrissebb plegykákkal kedveskedett a hölgyeknek, temperamentumosan zongorázta a legújabb slágereket és előadást tartott a néger tánc erotikus vonatkozásairól, amihez azért értett olyan nagyon, mert véletlenül éppen akkor került kezébe egy Afrikából visszatért pszichoanalitikus orvoskönyve. Az orvos megcáfolhatatlanul mutatta ki, hogy Afrika egész növény és állatvilága, a négerek ipara, bálványimádása, harci szokásaik, népénekeik, bőrük feketesége, a 40 fokos meleg, a rinocérosz bőrének vastagsága egyedül és kizárólag erotikus problémákkal függ össze. Gitta közben már a másodfokú boldogságot élvezte. Az első fokún, amely abban állt, hogy barátnői leplezetlenül pukkadoztak remek új estéi ruhája miatt, már átesett. Közben röviden tudomásul vette az urak bókjait is. De ez nem érdekelte. Évek óta mindig ugyanezekkel a férfiakkal találkozott. Bankvezérek, vezérigazgatók, nagyvállalkozók mindegyiknek ismerte az udvarlási formáját, és mindegyikről tudta, hogy csak éppen kissé szemteleneket mond, adja a fene gyereket, jár a szája, anélkül, hogy egy pillanatig is komolyan gondolna arra, hogy komolyan kezdjen bele. Persze, mindegyik csalja a feleségét, de csak a legkevesebb tart szeretőt. Ehhez túlságosan kényelmesek és smucigok. Rövid lejáratú kis viszony a mulató valamelyik táncos nőjével. Ez nem kötelez semmire, reggelre el lehet felejteni, nem kell idegeskedni, hogy irodai órák alatt megszólal a telefon. De az ilyen nagyon praktikus és óvatos elveken sajnos az élet gyakran kifog, a méltóságos kormányfő tanácsos urak egészen komolyan beleszeretnek a szórakozás céljaira bérelt kis táncosnőbe, a társaság kínos családi botrányokról, válóperekről, fantasztikus végkielégítésről beszél, és egy napon a kis táncosnőből újdonsült méltóságos asszony lesz, akinek diszkréten elfelejtik a múltját. Divatba jön és attól kezdve ő irányítja az öltözködést, ő a legsikkesebb tangótáncos nő és a leghűbb feleség. Gitta úgy váltogatta az urakkal a merész vicceket, a kétértelmű, sőt elképesztően egyértelmű szavakat, mint ahogyan a teniszlabdákat szokták egyik helyről a másikra kergetni. Sport, szokás, nincsen semmi jelentősége. De egyszerre felfigyelt. Egy idősebb amerikai urat mutattak be neki. Mr. James Wood New Yorkból. Vannak naiv férfiak, akiknek arcáról leordít az érzésük. Ilyen volt ez a kedves Wood is. Úgy ötven éves lehetett, azzal a bizonyos remek ezüsthajjal, kisportolt izmokkal, még vagy további ötven esztendőre felraktározott életerővel mikor kezet fogott Gittával, úgy meg volt illetődve, hogy mint valami nagy kölyök, ámulva kiáltott fel. Very wonderful. Ami magyarul annyit jelent, milyen gyönyörű. És nem tágított többé Gitta mellől, aki egyszerre megérezte, hogy ez már másféle hang, olyan, amelynek nem az értelme fontos, hanem az indulatok, amelyek fűtik. Az amerikai egyébként repülőgép sebességével tört célja felé. Rövid negyed óra alatt mindent elmondott vagyoni viszonyairól, és ez a legizgalmasabb szerelmi vallomással felért. Kiderült, hogy egyike a legtekintélyesebb New Yorki szőrmekereskedőknek. Fél millió kék rókája, százezer nercbőre van, a raktára megér vagy 30 millió dollárt. Villája van Palm két felhőkarcolója a város szívében, 40 autóból álló parkja, gyönyörű jachtja, melyen időnként Európába szokott jönni, a tőzsdekrahon 5 milliót veszített, de ezt egy éven belül ki fogja heverni. Jelenleg holt szezonban az európai szőrmepiacot tanulmányozza, Budapestre csak kíváncsiságból jött, mert egy magyar barátja, akivel Londonban ismerkedett meg, ide csábította. És miközben ezt mesélte, úgy nézett Gittára, hogy a szép asszonynak nem lehetett kétsége a felől, hogy most az ő bőréről lesz szó. Az amerikai okvetlenül azt akarja megvenni. Szeretnék magával lenni, szeretném, ha megmutatná gyönyörű városukat, ha alkalmat adna arra, hogy egy kicsit táncoljunk. Mondja, mikor láthatom. Látszik, hogy sok autója van és hogy kitűnő sofőr. Nevetett Gitta. Megszokta a gyors tempót. Ilyen 200 kilométeres rohammal akar bevenni. Ne csúfoljon ki, Mrs. Molnár. Én holnap el akartam utazni, és itt maradok. Csak hogy magát láthassam. De ha nem láthatom, miért maradjak itt? Ez a logika megdönthetetlen volt. Hát jó, mosolygott Gitta. Nem akarom, hogy miattam szenvedjen a magyar idegenforgalom. Mondjuk holnap délután hatkor a ricben leszek a zenésteán. És ha úgy tetszik, már is összetanulhatjuk a tangót. Másnap reggel tízkor a szobaleánya reggeli mellé egy levelet is tett. A nagyságos úr küldi. Mondotta. Gitta mindjárt rosszra gondolt. Csak nem vitte el Alfred mégis az ékszereket. Micsoda új szokás ez a szobaleányjal üzengetni és leveleket írni. Ha külön hálószobájuk van is, bejöhetne a fontos ügyek megbeszélése miatt. Idegesen tépte fel a borítékot. Drága Gittám! Tegnap beláttam, hogy képtelen lennék neked mindent őszintén megmagyarázni. Először is nem értenéd meg. Másodszor nem is érdekelne téged ez túlságosan. Én ezért nem haragszom rád ha tőlem függne, örökké vatta között tartogatnálak, ékszerekkel, ruhákkal aggatnálak tele, büszkélkednék veled, mint a legszebb, legelegánsabb asszonnyal. Csak hogy én végérvényesen tönkrementem annyira, hogy tegnap arra gondoltam, agyon lövöm magamat. De azután közbe jött valami, gondolkozni kezdtem és rájöttem, hogy van más megoldás is. Új életet kezdek. Ebbe a másik életembe téged nem vihettek el. Nincs jogom hozzá, és te nem is jönnél. Ez a világ ismeretlen előtted. Nyomort, nélkülözést, kemény és komisz munkát jelent, és te nem erre vagy nevelve. Trópikus díszvirág vagy, akit nem lehet arra erőszakolni, hogy malter vagy kavics között tengődjön. Szeretettel búcsúzom tőled. Egyelőre nem lesz semmire sem gondod a lakás teljes berendezése a neveden van, azt a hitelezők nem vehetik el. Az autót tegnap délután eladtam, ezért mentünk este taxinóráikhoz, és nem azért, mert az autót javítani kellett, az érte kapott összeg felét ide mellékelem számodra. Megélhetsz belőle két hónapig. Isten veled, szívem, szerettelek volna még egyszer megcsokolni, de féltem, hogy akkor nem lesz erőm tőled elválni. Alfred Gitta elolvasta a levelet, és első gondolata az volt, szemtelenség. Hogyan lehet őt faképnél hagyni? És egyáltalában nem úri dolog egy társaságbeli előkelő hölgyet ilyen zavaros viszonyok között hátrahagyni. A második gondolata az volt, megszökött a férje. Őt, az elkényeztetett, híres szépasszonyt faképnél hagyta. És még csak szemrebbenéssel sem árulta el a tervét. Micsoda kétszínűség! A harmadik gondolat, amely átvillant rajta, hogy tönkrement. És ettől ilyet meg legjobban. Most már kezdte sejteni, hogy ennek a szónak igen komoly, tragikus értelme van. Mindent meg kell mondani a szüleinek, vélük kell sürgősen tanácskozni. Csak hogy édesapja és anyja e pillanatban nizzában üdült, és nagy kegyetlenség lett volna ilyen rémhírrel megzavarni őket még szívszélhűdést kaphatnak. Nagyon kínosan érezte magát. Az irodába telefonált. Senki sem válaszolt. A délelőtje a legnagyobb nyugtalanság közepette telt el. Megzavarodott, nem tudta, hogy mit csináljon. Például rendkívül mérgelődött, mert ugyanolyan ebédet és vacsorát rendelt a szakácsnénál, mint máskor, holott Alfred elutazott, a háztartást meg kell változtatni. Órákig törte a fejét, hogy a szobaleánynak vagy a szakácsnénak mondjon fel. És rájött, hogy egyiket sem tudja nélkülözni. Végre is úgy döntött, hogy majd az ügyvédjükkel beszéli meg a dolgokat. Közben dél lett, felhozták a déli lapot, melyre előfizettek szórakozottan forgatta át, mert meg szokta nézni az aktuális képeket és elolvasta azokat a botrányos válópereket és szerelmi gyilkosságokat, melyeknek két hasábosan szedik a címét. A harmadik oldalnál felsikoltott, majd nem elájult. Öklömnyi betűkkel ordított a cím, Molnár Alfred építési vállalkozó félmillió adósság hátrahagyásával megszökött. A hitelezők büntető följelentést akarnak tenni. Még magához sem térhetett szédületéből, csengettek. Riporterek jöttek, indiszkrét kérdéseket tettek fel. Gitta rémülten szobájába zárkózott és reszketve várta, mikor jönnek a detektívek. Csak most ébredt végre teljes tudatára annak, hogy micsoda rettentő szerencsétlenség szakadt rá. És ezzel egyidejűleg nőtt férje iránti dühhe. Micsoda aljasság! Ő persze elmenekült, néki meg itt kell maradnia a botrány kellős közepében. Rettenetes. Hiszen ezek után senki előtt sem mutatkozhatik. A társaságokból kinézik. Keserves sírásra fakadt, és arra gondolt, hogy legjobb lesz Veronált szerezni és átszenderülni a más világba egy pillanatra sem jutott eszébe, hogy a társaság, az ismerősök egyáltalában nem jelentenek akkora értéket, hogy miattuk meg kelljen halni. Nem gondolt a férjére, nem sajnálta, szeme előtt csak a brixalon és az előkelő cukrázda cikázott, ahová többé nem mehet. De egyszerre felderült. Újongani tudott volna boldog izgalmában. Hogyan feledkezhetett meg erről? az amerikairól, aki hat órakor a ricben várja. A derék gentlemannek fogalma sincsen arról, amit egyébként e pillanatban már az egész pesti társaság tud. Wood nem olvas magyarul, nincsen férje viszonyairól informálva, az ő szemében még mindig ugyanaz az előkelő és hódítóan szép, elérhetetlen társaságbeli asszony, aki tegnap este volt. És Gitta felragyogott. Most már nem habozott, nem volt zavarban világosan és tisztán tudta, hogy mit fog tenni. Már rohant is az utcára, taxiba ült és a fodrászhoz vitette magát. James Wood el volt bűvölve. Nem csoda. Az asztalok mellől annyi irigy és bámuló pillantás repült feléjük, hogy abból Wood megerősítve látta meggyőződését, partnernője valamennyi jelenlévő hölgy között a legszebb és legelegánsabb. Márpedig, ha egy férfi hiú a társaságában lévő nőre, akkor abba szerelmes is. Az ötven év körüli férfi a legkiválóbb szerelmi előni. Megbecsüli a kedvére való nőt, nem siet tovább, nem cinikus, a bölcs nyugalmával és az inyen szakértelmével gyönyörködik benne, megérti a lelkét, nem csak a szeretője, hanem a barátja, tanárja, csiszolója. Ellentétben a fiatalabb korosztályjal, az érett férfi csak a hosszabb lejáratú szerelem híve, mert nem kalandot, hanem az érzést és a viszont szerelem forróságát keresi, az érdemes nőt kutatja, akinek oda ajándékozhassa gazdag tapasztalatait, azt a különös gyengétséget, melyben, mint a jól kevert báritalban, benne van a mámor minden ízes alkoholja. Wood nem suttogott izzó szavakat, mert ilyenekhez nem értett. Igen egyszerű mondatokban beszélt, de azért hatásuk felért a legkitűnőbb versekkel. Kérjen akármit, Mrs. Molnár, megveszem magának. Semmit sem kérek értük. Csak szeretném látni, hogyan örül. Maga olyan gyönyörűen tud nevetni és mosolyogni. Egész nap ajándékokat adnék magának, csak hogy derűsnek lássam. Köszönöm, Mr. Wood, de igazán nincsen semmire sem szükségem. Túlságosan elkényeztet a férjem. Vúd arcára felhő borult. Nagyon boldogtalan volt és nagyon szerelmes. Gitta sietett egy kis cukrot adni. Milyen remekül táncol. Mondotta. A magyarok nem ilyen pompás táncosok. Maguknak, amerikaiaknak a vérükben van a ritmus. Olyan ruganyos, mint egy harminc éves fiatalember. Ez is amerikai specialitás. Nincsen koruk. Jöjjön velem Amerikába, nevetett Wood, akkor maga is fiatal marad. Na, olyan nagy útra nem megyek. Nem hagyom el az uramat. Ellenben éppen holnap indulok egy kisebbre. Az olasz és francia rivierán szándékozom néhány hetet tölteni. Wood megrezzent. Egyedül kérdezte, és majd nem elájult az izgalomtól. Igen. Válaszolta Gitta olyan nyugodtan, mintha észre sem vette volna a férfi felindulását. Régi elvem, hogy férj és feleség ne utazzon együtt. Bármilyen nagy a szerelem, egy kis távol lét csak fokozza és szítja a vágyat. Kelévenként egy-két hónap, mikor az ember teljesen szabad, nem rendeli alá magát sem a házirendnek, sem a másik félszeszélyeinek. Nagyszerű, hebegte vúd, nagyszerű. És ha megengedi, ha azt remélhetném, hogy elkísérjem. Kitűnően értek minden sporthoz, ha elfogadna partneréül. Gitta nevetett. Nem tilthatom meg, hogy ne tetszése szerint válassza meg tartózkodási helyét és másnap reggel együtt utaztak Rémó felé. Harmadik fejezet Molnár Párizsban kötött ki Anikóval. Gondolt, hogy orosz hercegnő vagy, én pedig orosz nagyherceg. Mondotta Anikónak. A pénzüket vesztett arisztokraták, mint Párizsba jönnek tányérmosónak, balalajkainekesnek vagy szofőrnek. Az Isten tudja, hogy miért, talán mert itt kiáltották ki leghamarabb a demokráciát. Egészen jó társaságban leszünk, ha esetleg valamelyik menedékhelyen kell meghúzódnunk. Egyelőre azonban erről szó sem volt. Kettesben járták a várost. Molnár határtalanul élvezte Anikó elragadtatását, naiv életörömét, gyermekes, tiszta csodálkozását, ahogyan mindennek örült mindig így képzeltem, gyónta szerelmesen, mikor a tüleriák kertjében egy padra ültek, hogy így fogok nászútra menni a férfivel, akit nagyon szeretek. A férfi tenyerébe fogta a leány kezét, és mély megindulással nézett rá tudta, hogy ez a tisztességes polgári családból származó leány, akinek atya diplomás ember volt és aki soha meg nem késett otthon a vacsoráról, akinek nem volt flörtje, nem voltak szerelmei, aki olyan tisztán és érintetlenül lett az övé, hogy még a lelkén sem volt egy homályos foltocska, mindent felégetett, mindent neki adott. Szemrehányást érzett ezért és nem tudta megállni, hogy erről ne beszéljen. Félek, hogy túl sokat adtál nekem, hogy én ezt az áldozatot nem érdemlem meg. A leány könnyek között mosolygott. Nem érzed, hogy ez a legnagyobb gyönyör. Hogy mindent elvesztettél és nincs telem vagy, mint én, hogy menekültél, mint ahogyan én menekülök és egyformán küzdünk az anyagi és erkölcsi bajokkal. A társad, szeretőd vagyok, a harcos kisnőd semmink sincs, csak az a nagy erő, amely szerelmünkből hajtott, élni akarunk. És nem merülhetünk el. Nem tudunk csüggedni, nem tudunk szomorúak lenni, mert szeretjük egymást. Nem félek, mert tudom, hogy a szerelem mindennél erősebb. Nem félek, mert nincsenek igényeim, mert én most már mindent elértem. A férfi szinte mámorosan nézett szét. Ez a város, mintha muzsikálna. Názdalokat bubnak az autótülkök, a gyárkémények. Jó lesz majd dolgozni. Szavamra örülök, hogy munkászubbont húzok. Én most gyűlölöm a pénzt. Elajasított. Ravaszkodtam, dolgoztam, mint egy barom, nem pihentem soha, nem néztem szét, hogy milyen szép az erdő, milyen isteni dolog a napfény, csak halmoztam magam körül a pompát, kábultan, őrülten egyre hordtam a pénzt az asszonynak, aki miközben a pénzt és gazdagságot habzsolta, egészen idegen lett hozzám. Minél jobban szolgáltam, mennél fényűzőbb élettel vettem körül, minél puhábra párnáztam az autóját, annál jobban távolodott tőlem talán nem is rosszaságból. Csak ő is szolgálni kezdte a gazdagságot. Mert a szerelemnél is erősebb a hatalmi vágy. Hogy uralkodjunk, ragyogjunk, irigyeljenek bennünket. Utálatos volt. Micsoda őrültség. Meg akartam halni, mert féltem a társaságbeli urak és hölgyek gúnyos, kárörvendő mosolyától, lenézésétől. Mert azt hittem, nincsen szörnyűbb dolog, mintha az ember a saját villájából bérházba költözik. És akkor egyszerre elém jöttél, felszabadítottál a babonáktól. Milyen nagyszerű ez a gondtalanság. Nincsen telefon, estéi meghívás, bridge, számla. Mennyire másképpen látok mindent. Két hét előtt még nem értettem, hogyan mehetnek az orosz arisztokraták szállodai pincéreknek és muzsikusoknak. Ma már tudom, hogy ebben az életben is van szépség. Molnár igazat beszélt. Eszébe sem jutott, hogy építészi oklevelével próbáljon boldogulni. Bátran és elszántan vágott a városnak. Józanul és illúziók nélkül fogta fel helyzetét. Volt néhány ezer frankja és kifogástalan fraktja. Kifogástalanul beszélt öt európai nyelven. Nem sokáig habozott, hanem felkeresett egy artista ügynököt. Uram, mondotta, ön ismeri Párizs valamennyi elegáns mulatóját, hiszen maga szállítja nekik a műsort. Szerezzen nekem valamelyiknél főpincéri állást. Kitűnően ismerem a lokálok életét, elvertem már bennük néhány száz ezer frankot. Éppen annyi maradt, hogy még elég tekintélyes kauciót adhatok alkalmaztatásom esetén. Egy heti gyakorlat után tökéletesen tudni fogom a mesterségemet. Az ügynök bólintott. És már 24 óra múlva hozta a szerződést. Az édenmulatóba szerződtették molnárt, és az ügynök melegen gratulált nem is tudja, milyen szerencsét csinált. Az éden jelenleg az idegenforgalom központjában áll rengeteg jövedelme lesz. Mondhatom, irigylendő ember. Már egy hónapja járták együtt a divatos fürdőhelyeket Mr. Wood és Kitta. Mr. Wood öt kilót fogyott a reménytelen szerelemtől, Gitta viszont két pizsama, és egy szépségversenyt nyert ez alatt az idő alatt, és olyan sikere volt a férfiaknál, hogy Mr. Woodot állandóan a legszörnyűbb féltékenység kínoszta, boxpárbajokat akart vívni, és a világ legboldogtalanabb emberének érezte magát. Rémülete azonban a negyedik hét végén érte el tetőfokát, amikor Gitta bejelentette, hogy másnap vissza kell utazni a Pestre. Gitta kissé ábrándos arcot vágott, halk és meleg hangon beszélt. Tudja, mondotta, most már bevallom, egy kisé nehezen válok meg magától. Nagyon megszoktam, sőt talán egy kicsit meg is szerettem magát, kedves Wood. De hát minden szép idélnek vége szakad egyszer. Wood halásápat volt, alig tudott dadogni. Leírhatatlanul kétségbe volt esve. Én már nem tudok maga nélkül élni, Gitta. Én is magával megyek Budapestre. Gitta ilyetten tiltakozott. De hová gondol? Isten őrizzen. Hiszen a férjem azonnal tisztában lenne mindennel. Attól félek, hogy így is gyanakszik. Bizonyára besúgták már neki, hogy maga végig kísért, mind a fél tucat fürdőhelyen, és az egész időnket együtt töltöttük. Nem, nem kedves barátom, ennek most már erélyesen véget kell vetnünk. Már is tovább mentünk, mint szabad lett volna. Egy kicsit, mintha én is megégettem volna magamat. Maga túlságosan rokon szembes, kellemes, nagyszerű pajtás. Sokáig fogom érezni a hiányát. Ezt így nem lehet elintézni. Tört ki szenvedélyesen búd. Én nem vagyok már fiatal ember, számomra nem tartogathat az élet már túlságos sok szépséget és meglepetést. Nem dobhatom el könnyelműen a kincset, melyet a véletlen elém sodort. Én ez alatt a hónap alatt többet szenvedtem, mint eddigi egész életemben. De hiszen én igazán nem akartam ezt, kiáltotta szenvedélyesen Gitta. Igyekeztem minél jókedvűbb kis partnernője lenni. Igen, együtt kergettük a labdát a teniszpályán, horgáztunk a tengeren, mellettem ült az autóvolánya mellett, esténként együtt táncoltunk, de én a csókját akartam álmatlanul, és félig őrültem, fetrengtem az ágyamban, és a féltékenység majd nem megölt. Kire volt féltékeny? Mindenkire? A férjére, a gondolataira? Ezt nem lehet így befejezni. Értse meg, érezze meg, hogy szeretem. Gitta lehúnyta félig a szemét, mint aki és magával viaskodik. Nékem sem könnyű, kedves Jimmy, higgye el. Vannak kötelességek, melyeket csak igen nagy áldozatok árán lehet teljesíteni. Wood megremegett. Négy hét után ez volt az első vallomás. És érezte, hogy ez az a pillanat, melyet nem szabad elszalasztania és a véletlen, vagy az asszonyi ravaszság, ez a nagy színpadi rendező, mintha már előre számított volna erre. A tengerpart egy elhagyott pontján ültek, csak a hullámok muzsikáltak fel a mélységből, amint a dagály dübörögve hajszolta őket a sziklafalnak. És a végtelen vizekből, a pálmákból, virágokból szinte vadul és érzékien árat feléjük az öröknász nagyszerű szimfóniája. És Wood maga sem tudta, hogyan történt, de ezúttal nem beszélt tovább, hanem elszántan, ellenállhatatlan lendülettel és szenvedélyesen magához ölelte Gittát. Másnap reggel azt mondta Gitta: Én most már nem tudok hazamenni, Jimmy. Írtam a férjemnek, hogy csak két hét múlva utazom vissza. Ez a két hét legyen a miénk. Azután elmúlt két hét, három, és eltelt a negyedik is akkor történt, hogy Gitta szerelmesen, édesen csillogó szemekkel odasimult Woodhoz. Most már egyáltalában nem mehetek többé vissza a férjenhez. Kitagadna, a család megkövezne. Nem bánom. Te voltál az erősebb. Győztél? A tied lettem és teljesen rád bízom a sorsomat. Vút könnyezett örömében. Egyszerűen megőrült. Egész nap üzletekbe rohant és szinte dühösen vásárolt. Mindent, amit csak meglátott. Ékszert, sejmeket, nippeket, cipőket, sálokat, kesztyűket, kombinékat, virágokat, sportdresszeket, amit éppen séta közben megpillantott. Gitta nevetve tiltakozott. Próbálta fékezni, de meddő kísérlet volt. Vód szerelme túlcsordult és részegen vetette magát a boldogságba. Egy napon Gitta elborult arccal merett egy magyar újságra, melyet a pincérrel hozatott. Á, képzeld! Mondotta Woodnak, szegény férjem egészen tönkrement. Annyira szívére vette, hogy elhagytam, hogy elhanyagolta üzleteit, és sereg adósság hátrahagyásával megszökött. És Gitta könnyet törölt ki szeméből. Wood vigasztalni próbálta. Nem tehetsz róla szívem. Az ember nem szállhat szembe végzetével, amely ezt így akarta. Gitta hagyta, hogy Wood vigasztalja, és nagyon meg volt elégedve magával. Tiszta helyzetet teremtett. Nem érheti kellemetlen meglepetés, nem kell félnie, hogy Wood mástól tudja meg a dolgokat. Most már csak egyetlen gond kínoszta. Állandó félelem gyötörte, mi lesz, ha Wood elhagyja. Igaz, a férfi szenvedélyesen szereti. De ez nem megoldás. Gitta nem akart kitartott szerető maradni. Valahogyan meg kell oldani a dolgot. El kell válni a Molnártól, és akkor feleségül megy vúthoz. De hogyan volna ez lehetséges? Hiszen fogalma sincsen, hogy Alfred merre jár, Elmúlt egy félesztendő. Molnár kifogástalan főpincér volt. Valami furcsa, szadista gyönyörűséget talált abban, hogy előző életének éppen a fordítotját éli. Régebben tőle szedték el a pénzt, most ő nyújtotta át a borsos számlákat. Filozófus és bíró vagyok egyidejűleg. Magyarázta Anikónak hidegen és a dolgok fölé emelkedve nézem az emberek ostobaságát, szánalmas flörtjeiket, monoklis nagyképűségét. És egyidejűleg mindjárt meg is büntetem őket, mikor elszedem a pénzüket. A főpincérben van valami a sátán cinizmusából és a diplomaták elegáns módon mögé rejtett kegyetlenségéből. Anikó mosolygott. Egyébként néki is volt foglalkozása. Levelezőnője lett ugyanannak az artista ügynöknek, aki Molnárt elhelyezte. Noha tekintélyes összeget kerestek, mégis nagyon takarékosan éltek. Mert Molnárnak titkos célja volt. Állandó levelezésben állott Pesti ügyvédjével, aki mindenről pontosan értesítette. Tudott Gitta elutazásáról és arról, hogy vút társaságában tűnt el. Ez a hír nagy keserűséggel töltötte el. Nem volt már szerelmes, de árulásnak és végtelen önzésnek tartotta, hogy mikor élete legsúlyosabb perceit élte, amikor már teljesen összeomlott lelkileg, és csak egy gyenge leány kézrántotta vissza az utolsó pillanatban az öngyilkosságtól, Gitta azonnal napirendre tért mindenfelett. Elfelejtette az együtt töltött esztendőket, a csókokat, a szenvedét, melyet hozzávitt, az idegeit felőrölő munkát, melynek minden gyümölcsét neki adta, megtagadta abban a pillanatban, mikor megszűnt pénzforrás lenni, amikor veszélyeztetve látta a megszokott jólétet. Egy percig sem gondolt arra, hogy férje mellé kell állnia, eszébe sem jutott megosztani vele a balszerencsét. Csak a saját bőrét igyekezett megmenteni. Nem jutott eszébe, hogy mi lesz a szerencsétlen emberrel, akinek feje felett minden összeomlott. A leghalványabb kísérletet sem tette, hogy megmentse. Egyetlen gondolata volt megtartani a pénzt, az eddigi jólétet, a gazdagságot. Mindegy, hogy mi ennek az ára. Asszonyi becsület, a férj élete, vagy akár az egész világ összeomlása. Molnár megborzongott. Mindegy, Vége. Elszakadtak egymástól. Jobb is így. De az elválás módja mégis szebb lehetett volna. Ha Gitta csak egyetlen kedves, megértő, bátor, okos szót mondott volna neki, akkor most véle lenne itt Párizsban. De mindjárt mosolygott is és keserű, gúnyos mozdulatot tett. Gitta, mint főpincér felesége. Őrültség, Erről most már kár is gondolkozni. Inkább a másik elintézetlen ügyet kell majd rendezni. Az ügyvéd megírta, hogy a hitelezők között valóságos pánikot keltett váratlan elutazása. Boldogan egyeznének ki akár 40%-kal is. A legnagyobb hitelezők leszerelték a mérges kisebbeket, akik minden áron büntető feljelentést akartak tenni. Azt mondták, hogy egyelőre várnak. Erős Bálint, akinek Molnár 127 ezer pengővel tartozott, a hitelezők ülésén nagy beszédet tartott és kifejtette, hogy Molnár mindig korrekt, becsületes ember volt. Most nem tehet arról, hogy a Kárpáti és Kelemen építető cég bukásánál több mint negyedmilliót vesztett. Mindenki tudja, hogy ezért kellett fizetéseit beszüntetni. Semmi értelme és célja annak, hogy ezek után bűnvádi úton üldözzék. Bízni kell benne! Molnár előbb-utóbb okvetlenül jelentkezik, és rendezni fogja tartozásait. Molnárt ez a hír lelke mélyéig megrendítette. Úgy érezte, hogy ezt a bizalmat feltétlenül meg kell szolgálnia. Írt az ügyvédjének, hogy a nevében köszönje meg a hitelezőknek, hogy bizalommal viseltetnek iránta, és januártól kezdve fél évenként nagyobb összeget fog nekik küldeni tartozásának résztörlesztésére. Molnár természetesen tisztában volt azzal, hogy a legnagyobb erőfeszítéssel is csak nagyon kis százalék az, melyet ilyen módon törleszthet, de meg akarta nyugtatni lelki ismeretét. Egy fillért sem tesz addig félre, amíg másoknak tartozik. Egy napon Wood azt mondta Gittának. Kis szívem, még legfeljebb két hétig maradhatok Európában. Azután okvetlenül vissza kell utaznom. New Yorkba. Remélem, meg leszel elégedve új otthonottal. Egy kis meglepetésről gondoskodtam. Titkárom arról értesített, hogy sikerült a városon kívül remek kis villát találnia. Ez a tiéd lesz. Természetesen minden nap találkozni fogunk. Gitta elsápadt. Hogyan? Kérdezte, hát nem fogunk együtt lakni. Vút tagadóan csóvált a fejét. Ez teljesen lehetetlen, szívem. Büszkén vallanálak az egész világ előtt a feleségemnek, és szívesen mutatnálak be a társaságnak, de ez így, a mai helyzetben, képtelenség. Napok alatt kiderítenék, hogy nem vagy a feleségem. Sokkal súlyosabb személyiség vagyok, semhogy ne kutatnák azonnal ki az igazságot. Wood James, a szörmekirály nem köthet titokban házasságot. Annak az esküvőjéről hangos filmet készítenek, és a képeslapok közlik a menyasszony fényképét. Az én életemet figyelik, és e pillanatban az előkelő társaság minden tagja tudja már a plegykát, hogy miért tartott ezúttal olyan sokáig európai kirándulásom. Az én vállalatommal kapcsolatban sok ezer ember van érdekelve. Szállítók, részvényesek, bankárok, termelők, tisztviselők, akik előtt nem közönyös, hogy hol vagyok és mit csinálok. Természetesen mindez engem egyáltalában nem érdekel, mert hiszen én egyedül téged szeretlek a világon és csak téged akarlak boldoggá tenni. Gitta tudta, hogy ez a kínos perc előbb bekövetkezik. El kell utazniok Amerikába, ahol vége szakad a mostani kényelmes és zavartalan idélnek és megint felháborodva, halálos ellenségeskedéssel és gyűlölettel gondolt férjére, aki címe hátrahagyása nélkül szökött meg és akivel nem beszélheti meg a válópert. A válóper A szomjúságtól elepedő nem sóvároghat úgy egy korty ital után, mint ahogyan a vállást akarta. Ha szabad lenne, vúd abban a pillanatban feleségül venni. És ezzel megoldódna élete minden problémája. De hát erre még gondolnia sem lehetett. Wood úgy döntött, hogy Zherburgból indulnak New Yorkba. Előbb még egy hetet Párizsban szándékoztak tölteni. Párizsi tartózkodásuk harmadik napján határozták el, hogy este az édenbe mennek. Gitta nem volt jókedvű, napok óta egyre jobban kínoszta az eljövendő napok bizonytalansága. Félt Amerikától, az új környezettől de igyekezett erőt venni magán, kétségbe esetten erőltette a jó kedvet. Rémülettel töltötte a gondolat, hogy Wood kiábrándul belőle, ha unalmas, szomorú, szórakozott. Ma alkoholestét rendezünk, Jimmy. Mondotta pajkos mosolyjal. Tudod, búcsút kell vennünk a pesgőtől és koktéloktól, mert hiszen New Yorkban csak vizet fogunk inni. Azért jó, hogy mellettem leszel. Bókolt gálásan búd. Te minden alkoholnál jobban megrészegíted az embert. Egyébként lást elbőven bőven a ruhatáradat. Mi amerikaiak büszkék vagyunk az ízlésünkre, és hála a filmnek, sikerült is néhány ruhaőrületet népszerűsíteni, de titokban mégis csak párizsal beszéljük meg az elveket a késő délutáni órákig vásároltak, Wood új, hatalmas bőröndöt vett a párizsi ruhák, cipők és kalapok számára. De Gitta öröme azért nem volt tökéletes. Milyen más volna, ha mindezt a sok kincset Pestre vihetné és megmutathatná a barátnőinek? Ha így jelenne meg az operában, vagy a végszínház premierjén. Micsoda sikere lenne? Okvetlenül nagyobb, mint a darabnak. De Amerikában? Milyen társasága lesz ott? Wood elég nyíltan megértette vele, hogy az előkelő családokhoz nem vezetheti be. Tehát csak a barátainak fogja bemutatni. A kitartott barátnő élete bárok, lumpolások, egy szép ölebb, bundák, és azután. Igen, mi lesz azután? Majd évek múlva. Persze, kap majd valami nagy végkielégítést, anyagi gondjai nem lesznek, de nem fog sehova sem tartozni. Gitta olyan ideges lett, hogy majd nem felsikoltott. Fáradt vagyok. Mondotta vúdnak. Pihenj egy két órát. Feküdj le, azután védj fürdőt. Tizenegykor találkozzunk a halban. A mulatóhelyek igazi előkelőségét a pincérek és főpincérek adják meg a tulajdonosok nagyobb gonddal válogatják meg őket, mint annak idején nagy frigyes a testőreit, vagy mondjuk egy amerikai filmrendező a frakkos statisztákat. Nem elég az, hogy ügyesek, fürgék, jómodorúak, még kellemes külsejűeknek és elegánsaknak is kell lenniük. Legalább két fokkal elegánsabbaknak, mint a vendégeknek. Imponálniuk kell. A szemükből hipnotikus erőnek kell sugározni pillantásaikkal meg kell semmisíteni tudniok a kellemetlen vendéget. Egyetlen mozdulattal éreztetniük kell, hogy jó vagy lesújtó véleményük van-e a vendég gavallériájáról, ízléséről, viselkedéséről. Valójában ők az urak és a rend irányítói a lokálokban. Megtörik a vendég makacs ellenállását, fagyos és kellemetlen levegőt teremtenek körülötte, ha nem rendel megfelelően. Viszont tudomására adják néhány jó akaratú mosolyjal, hízelgő bukkal megelégedésüket is. A legnagyobb diplomaták és legremekebb lélekismerők. Kényszerítik a vendéget, hogy elismerje fölényüket, hogy törődjön a véleményükkel. Ők avatnak valakit az éjszakák lovagjává. Ahogyan fogadják, ahogyan kiszolgálják, az állapítja meg a vendég rangját az éjszaka világában. Molnár például a megközelíthetetlen, örökké merevarcú, arisztokratikusan zárkózott, sohasem mosolygó főpincérek közé tartozott. Az ilyen főpincér kegyéért megőrülnek a vendégek. Ha egy-két nyájasabb szót mond, büszkén és boldogan néznek a nőre, mintha azt mondanák, íme, láthatod, milyen megkülönböztetett hely illet engem a gentemenek sorában. A főpincér is tisztában van gavallérságom rangjával és előkelőségével. Molnár egyébként főpincéri hűvösségének egész méltóságával az egyik páholy közelében állt és a rendre ügyelt fel. Mint a közlekedési rendőr karjai kitárásával, úgy dirigálta ő a pincérhadat szeme mozdulatával. Éjfél volt. Ilyenkor még csak a pincérek hada dolgozik. A főpincér két óra felé lép csak működésbe. Egyszerre azonban, mintha forró zuhany szakadt volna a nyakába, melytől hirtelen vörös lett, mint a leforrázott rák. A bal kettes páholyba új vendégek érkeztek. Smokingos, ezüsthajú, pirosképű úr és egy fekete estéi ruhás, tökéletes alakú nő, akinek szépsége és eleganciája egyszerre betöltötte az egész mulatót. Csodálatos nő, akit társadalomtudományi múzeumokban kellene mutogatni ezzel a felirattal, a tőke diadala. Ilyen maximumra fokozható a női szépség az itt látható ipari és gazdasági berendezések segítségével. És a nő mellékis kis modellekben oda kellene helyezni a bankokat, ruha és sejemgyárakat, kozmetikai szalonokat, divatáruházakat, arany és drágakőbányákat, iparművészeti műtermeket. Molnár azonnal felismerte: Gitta! És a férfi mellette: Wood! Ez a váratlan találkozás egyszerre felborította minden hűvös nyugalmát és bölcsességét. Nagyon is rikító színezésben látta Gitta cinizmusát, szívtelenségét, kegyetlen önzését. Felháborodva ismerte fel egyszerre az igazságot, mindig szolgálja volt ennek a nőnek. Rabszolgája volt, mint férje, akinek egyetlen kötelessége volt, kielégíteni szeszélyeit, gondoskodni a kényelméről. És ez a szolgai viszony most még élesebben és könnyűertéjelenebbül domborodott ki. Gitta a páhojában ül, mint vendég, és ő a pincér fraktjában várja parancsát. Molnár remegett az izgalomtól. Keze ökölbe szorult, valami nagy botrányra gondolt. De amint elfehéredő szájjal odamerett a páholyra, fogcsikorgató dühe egyszerre valami gúnyos, kegyetlen mosolyát orzult. Mint akinek egyszerre eszébe villant a megoldás. És ugyanakkor, mintha megérezte volna a férfi hipnotikus tekintetét, Gitta feléje fordult és halkan felsikoltott, kezét szája elé kapta, mintha a rémület kiáltását akarná visszafolytani. Mi történt, kedves? riadt meg Wood. Á, semmi. Egy kis toalett hiba. Bocsásson meg, magára kell hagynom néhány percre. És kirohant a páholyból. Drágám! Lihegte olnárnak, aki már a mulató egyik külön szobájában várta, milyen boldog vagyok, hogy látlak. Mennyit aggódtam miattad. Hála Istennek élsz, jól vagy. Pedig nem érdemled meg, hogy jó legyek hozzád. Csúnyán bántál velem. Elhagytál. De ne beszéljünk erről. Nem teszek szemrehányást. Molnár olyan merev arccal hallgatta, mint akiben talán vér sem kering, és a megindulásokat még hírből sem ismeri. Kérem, Gitta, mondta nyugodt, szemtelen hangon, kár ennyire felizgulnia. Nem óhajtom kellemetlen helyzetbe hozni a kedvese előtt szégyenkeznie sem kell miattam, hiszen Wood úr csak egyszer látott engem, nem fog felismerni. Te mindig nagy és nemes voltál. Szavalta Gitta. De ha igazán ilyen nagy lelkű vagy, akkor lásd be, hogy mi ketten már igazán nem élhetünk együtt. Te hagytál el. Istenem, nem veheted rossz néven, ha abban a szörnyű összeomlásban segítséget kerestem és most arra kérlek, engedj engem végleg szabadon. Ha tudnád, mennyire kerestelek. Mennyit imádkoztam, hogy találkozzam veled, és megkérjelek erre. Váljunk el, Alfred! Ugye nem értesz félre, és belátod, hogy ez az egyetlen megoldás. Molnár gúnyosan mosolygott. Nézz körül, Gitta. Ebben a teremben legalább két tucat hozzád hasonló nő van remekül felöltözött, aranyba és brilliánsba foglalt asszonyok. Senkihez sem tartoznak. Egyetlen férfihez sem egyszerűen járulékai a pénznek. Úgy virulnak ki az aranyon, mint a rügyek az ágakon. És amint a rügy felszívja az ág nedveit, úgy szívjátok ti fel a pénzt és duzzadtok tőle pompázó virágokká. Az én pénzem elfogyott, siettél hát másik, kedvezőbb talajba helyezkedni. Hagyjuk az érzéseket, Gitta. Ez üzlet, adásvétel. Nincsen beszélni valunk. Menj vissza Mr. Woodhoz és ömleszt ki erszényéből az aranyakat. Nagyszerű étel különlegességeink vannak. És személyesen foglak kiszolgálni. Szavamra, nyugodtan ehetsz, nem lesz méreg sem az ételekben, sem az italokban. De nem, ez lehetetlen. Tördelte kezét Gitta. Ezt el kell intéznünk. Le kell zárnunk a múltat. Néhány nap múlva Amerikába utazom. Talán sohasem találkozunk többé. Ne tégy szerencsét lenni. Wood feleségül akar venni. Könyörűj rajtam, légy nagylelkű, Alfred. Főpincérektől nem szokás nagylelkűséget kérni. Nem vagyok gentleman. De azért ne légy ilyen rémült. El fogjuk intézni a dolgot. Ó, már én is gondoltam arra, hogy amint mondod, le kell zárnunk a múltat. Menj vissza, Vúthoz, és a többit bízd rám nyugodtan. Mit tervezel? Mit akarsz csinálni? Ó, semmit! Éppen olyan előzékenyen és figyelmesen fogok rendelkezésedre állni, mint a többi vendégnek. Gitta egy kis púdert rakott az arcára, megigazította ajkán a rúst és visszament vúdhoz. Szíves utólagos jóváhagyásoddal már megrendeltem közben a vacsorát. Fogadta Wood, akinek sejtelmesen volt a drámáról, amely körülötte viharzott. Ismerem az ízlésedet. Meg leszel elégedve velem. De Gitta torkán egy falat sem tudott lecsúszni. Mi bajod van, édes. Aggódott Wood. Olyan ideges, nyugtalan vagy! Gitta már majdnem az eszét vesztette! Kérlek, menjünk innen! Túlságosan meleg van, szédülök. Jó vacsora után azonnal távozunk! Gitta közben már elkészült tervével. Úgy tett, mintha kis aranykötésű noteszébe jegyzett volna valamit, és egy cédulára magyarul ezt írta, üzenje meg, hogy holnap délelőtt hol találkozhatunk. Azután egy virágárus leányt magához intett, mintha rózsát akarna vásárolni, és franciául, hogy Wood ne értse, azt mondta. Adja oda ezt a cédulát a főpincérnek. És titokban kezébe csúsztatta a levélkét. Azután dobogó szívvel várta a választ közben vúdintett, hogy fizetni akar. A pincérek, étel és italhordók sorfalat álltak és Molnár úgy vonult be a páholyba sorfaluk között, mint az operettekben a primadonna. A számla, mint az külföldön szokásos, már készen volt kezében és átnyújtotta. Wood egy pillantást vetett a papírszeletre, csak a végösszeget nézte meg szokása szerint, de azután feltette a monokliát, még egyszer megnézte a különös számlát, melyen ez állott. Osztriga, kaviár, orosz módra 100 frank. Humár, hercegi módra 150 frank. Fácán, a lecsembörlen 80 frank. Fagylalt, Mária Entvönet módra 40 frank. Pommeri 200 frank. Összesen 570 frank. Csók, törvényes módra 20 ezer dollár. Mi ez? kérdezte elhőve. Molnár rendületlen nyugalommal zsebébe nyúlt, és egy papírtekercset nyújtott át. Parancsoljon, uram! Wood elképedve nézett az írásba. Szabályos nyilatkozat volt, melyben Molnár Alfred építész meghatalmazza budapesti ügyvédjét, hogy indítsa meg a válópert felesége, született érdi Margit ellen. Mi ez? Kérdezte még egyszer óriási izgalommal Wood. De Gitta, aki szintén elolvasta a nyilatkozatot, megelőzött minden további kínos kérdezősködést. Ez az óra férjem, Suktavúdnak, akinek arca egyszerre megnyúlt a bámulattól. Holnap délelőtt a Párizsi Magyar Követség előtt hitelesíthetem ezt a meghatalmazást. Mondotta hidegen, Molnár: Ön húsz ezer dollárt kér a vállásért? kérdezte méltatlankodva Vúd. És Molnár látta, hogy Gitta arcán is csalódás és megvetés tükröződik. Sajnálom, uram, de ehhez ragaszkodnom kell. Ha csak rólam lenne szó, talán megengedhetném magamnak, hogy elkomédiázza magavallért, ám bár méltóztassék elhinni, hogy ennek semmi értelme nincsen. De ez a pénz ártatlan emberekké. A hitelezőimé, akiknek azért vettem el a pénzét, hogy ő nagyságát ilyen gyönyörűvé varázsoljam, mint ami ennek most látja. Méltózték belátni, hogy ha ilyen luxusportékát átveszünk, úgy annak meg kell adni az árát. Mr. Wood megvetően mérte végig Molnárt, kivette csekfüzetét és kiállította az összeget. Azután felállt és halkan odasukta Gittának. Micsoda züllött alak! Igazán méltatlan volt magához. És Gitta még halkabban súgta vissza. Nem is szerettem soha. Magának a kisúlya különb, mint ő egészben. Ne is beszéljünk róla. Az a fő, hogy végre egészen és tökéletesen a tied lehetek. És miután még egy megvető pillantást vetettek Molnára, kisiettek a mulatóból. Vége.